A holokausztra emlékeztek a túlélők hozzátartozói és a népirtás ellenzői a zsidó temetőben. Minden évben egyházi szertartással is felhívják a figyelmet, hogy ez a szörnyűség soha többet ne következhessen be. A legfontosabb azonban a zsidóság egysége. A zsidóság ezen a megemlékezésen is egységes legyen. Egy különböző szimbólumokkal szeretném ezt alátámasztani, hogy az egységben erő van, és ezt minden mártéristen tiszteleten szeretnénk gyakorolni, és hogy fölmerjük vállalni, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, annak ellenére, hogy milyen környezetben, milyen társadalomban élünk, hogy ezt nem szabad szégyelni, ezt nyíltan fel kell vállalni. Valamint azt szeretném elmondani, hogy milyen veszteség érte a várost, illetve egy ilyen általános fogalom is, tehát nem csak Tatáról, hanem általános magyarországi zsidóság, a világ zsidóságáról, és hogy ehhez hogy kell helyesen viszonyulnunk, hogy nem szabad ettől megrémülnünk, meghátrálnunk, hanem tovább kell vinni a hagyományainkat. Ha valaki csak tényleg csak tudatlanságból tagadja, annak van esélye, hogy át lehet adni az igazságot, azt talán megérti. De van, akik elkötelezettek, és azt mondják, hogy akár mit csinálsz, már pedig én elhatároztam, hogy nincs ezekkel nehezebb. Veszélyesebb, mert ugye ezek aztán előbb-utóbb megvan a lehetőség arra, hogy erőszakhoz is fognak folyamodni. A mazsihisz keretein belül az a szokás, hogy a Magyarországon felelhető megemlékezéseken részt vesz egy-egy vezetőségi tag. Kiemelném a tavalyi holokauszt 70. évfordulóval kapcsolatos rezumékat, a vállalásokat és a teljesítéseket, rengeteg pozitív dolog történt. Többek között sok-sok temetőt rendbehozattunk kormányzati segítséggel, közreműködéssel. Azon kívül természetesen vannak negatívumok, így mint a Sorsok háza, úgy mint a Szabadságtéren elhelyezett szobor, és gyakorlatilag az emlékezett politikának a hiányosságairól, és hangsúlyozom pozitívumairól is kívánok beszélni. Azon kívül természetesen, ami a zsidóságot érinti, a 71 évvel történt eseményekről. Nem hiszem, hogy nekem kell beszélni, mint vannak helyiek, akik megélték és autentikusabbak. Én fogok beszélni általánosságban arról, hogy mit érez az a zsidó ember, aki túlélte ezt, és egész életében vezekel, és egész életében emlékezni akar, mert ezt a szörnyűséget, ezt a borzalmat, ezt a gyakorlatilag 38-tól 44-45-ig terjedő időszakot egyikünk se tudja elfeledni. Tordai Péter mondani valójában az emlékezetpolitika fontosságára helyezte a hangsúlyt, mert csak ezt tudja megelőzni az ilyen és hasonló szörnyűségek megismétlődését.